hagyományost is, mert erre azt is rá tudod rakni. Most ezt pont rosszat vettem le, mert mind a két órom rajta van, mert ezt simán egy olyanra rakod rá, amikor csak kikötsz és a vízszetén csomagóra teszed a két halat. Akkor ez nem kell, hanem a főzsinóra teszed rá ezt. Miért van a videóban is elmondom, hogy miért van beszélik a ólom, be van rakta pacsúzva, van nálam így egy csomó. Hogy az öregek régen, meg hát mi is nagyon igen, hogy mindig dögöttettünk a vízbe, hogy jó büdös legyen. Érted? És oda jöttek a harcsák a dögszakra. Na most vannak ilyen aromák, amit erre ráfújod, érted? Ráfújod, rettenetes büdös, a nap végén, mikor vége, és nem akarod, én egyszer így jártam benne, hagytam a cuccba, hazavittem, és azt mondja, hogy mi ez a rettenetes büdös a lakásban, és én sem tudtam, és utána nem húztam le ezt. Itt van a széle, fogva, meghúzod, lehúzod, és kész, ennyi. És akkor nem viszel hozzá a büdöst, legközelebb ugyanúgy be tudod izélni, aromásítani a cuccot. Tehát igazából sok minden összetevője egy harc megfogása. Akkor a másikat, mindegy, ezt ráteszed ide. Nem ezt, mert ezt ebben a szerelék nélkül kell fölrakni, mert csomagóra teszed. De ezt is ráteheted, csak akkor ráteszem, de igazából olyan kell, amelyiken izé van. Hogy mondjam neked, nincs a dólom rajta, meg a csőrökön, mert utában minden tud láttát. És itt van, megfogom itt, itt van egy kukacsapágy, itt mind a főzsinóra meg van flippelve. Hoztam cuccot, hogyha valaki megveszi hozzávalót, én megkötöm bárkinek bármelyik szereléket, azt izé, és akkor itt vannak. Itt ugyanaz van, hogy megfogom itt, és nem tud, tehát itt lehet látni, hogy kiforogja magát, látod? Tehát nincs az, ha nem rakják, nagyon sokat jártunk mi is úgy, hogy folyóvíznél, hogy két halat raktunk egymás után, és csak rákötöttük a zsinóra. Ez erre pörgött, ez ilyen csomó volt itt. Akkor a két hal pörgött, ez a rész becsomózott. Ilyen volt, érted? Tehát egyszerűen nagy csomó volt az egész izéből, hogy több napig ott vagy a vizen. És hogy mondjam neked, ugyanúgy ezt a folyóvízre föl tudod rakni a két halat. A folyóvízen áll, és az órán jön ki a folyóvíznél mind a kettő, és ez megy hátra. Tehát ugyanúgy, mint a izét, a Fireball szereléket kötöd, és úgy van. Tónál mehet hátra, tehát érted, ott mehet a hátába, vagy a seggihez alulra, és ez megy előre, vagy a nyakába, vagy az uszonyalá, mert osztolom, betolom, és nem butítja le, mert itt vannak a régen úgy csináltuk, hogy segédhoronggal. De még nagyon sokan használják, még én is használom, látjátok, itt van, hármas horog, segédhorog, és a nagy izékama. Tehát ez ment a hátába, a segédhorog ment az uszonyába, és lógott a hármas horog. Én is használom ezt, ez is egy nagyon jó technika. Érted? De ez az egyhalas technika. A hármas, a kéthalasnál ezt rakom föl, itt ugyanúgy nincsen gubanc, ugyanúgy, ha fölemeled, tehát azért, mert ezt pont úgy van megcsinálva, hogy csobogósra van kirakva, tudod, itt ez van a cucc, és így van, és akkor a főső csobog, de ha kiszalad, akkor érted? És akkor alsó is csobog. Vagy mind a kettő csobog, mert egyik jobban balra megy. Tehát érted? Tehát igazából ezt akadósabb pályában jobban föl lehet rakni, mint a másik.